Az első terhesség, hát most már 5,5 éve volt. Igazából ilyen teljes mértékben álomterhességnek mondható. Problémamentes volt, semmiféle fájdalom, rosszul lét, semmi ilyesmi nem volt rá jellemző. Szóval nagyjából a terhesség közepétől már tudni lehetett, hogy jó nagy baba lesz. Ezzel már így a riogattak a végén is elég sokat. Tehát így úgy néztek ki az ultrahangok az utolsó hetekben, hogy te úristen, mekkora ez a gyerek. Igazából pontosan a kiírt nap reggelén, mikor elvileg születnie kellett volna a babának, már reggel már éreztem, hogy ilyen enyhe derékfájás, semmi extra nem volt. Az utolsó estét már ilyenkor a kórházba kellett, előtte még nem kellett a kórházba bejárni, ezt már a kórházba kellett elvégeztetni, és valamit ott nem találtak rendben, teljesen nem magyarázták el, de be kellett feküdni, tehát igazából mondták, hogy most már akkor innen nincs hazamenetel. Nem tudom, se leírva, se elmondva, szokás szerint ez nem igazán lett, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy miért tartottak be. Nagyjából napközben nem történt semmi, este volt még egy NST, ott mondták, hogy nulla fájás, tehát nincsen semmi. Úgyhogy igazából én este haza is küldtem a családot, anyukám meg a férjem volt benn velem, és akkor mondtam, hogy nem lesz itt baba, menjetek haza nyugodtan, pihenjetek, valami van, majd szólok. És hát olyan este 10 óra körül már úgy éreztem, hogy valami itt azért nem teljesen van rendben. Nagyon erősödött a fájdalom, de igazából nem, tehát hogy így az ilyen tankönyvi összehúzódásokat én nem éreztem. Én nagyon tompa csontfájdalmat éreztem folyamatosan, derék és csípő tájékon. És nem tudtam feküdni tulajdonképpen, nagyon rosszul esett feküdni, folyamatosan mászkáltam. És mivel nem akartam zavarni a szobatársamat, ezért gondoltam, kimegyek a folyosóra sétálni. Ott az éjszakás nővér elég érdekes volt, ő közölte velem nem túl szép hangnemben, hogy legyek olyan kedves, és fáradjak vissza a szobába, mert én el fogok fáradni. Nem jó, ha én mozgok, ez se a babának, se nekem nem jó, és hogy feküdjek le. És így mondtam, hogy hát én arra ugyan nem tudok lefeküdni, mert hogy így fáj nagyon a fekvés. Illetve hát én úgy tudom, hogy a gravitáció, ugyebár az segít lejönni a babának, hát ezt ő nem így gondolta. Úgyhogy visszamentem a szobába, és akkor így éjfél körül újra kijöttem, és mondtam, hogy nem, ne haragudj, ez így nem jó, és akkor megint nem túl szép hangnembe közölte velem, hogy jó, itt nem maradhatok, akkor vagy átmegyek a szülészetre, vagy menjek vissza aludni a szobába. És akkor így nagy nehezen felhívta a szülészetet, hogy akkor én átsétálok. Egyébként nagyon szerencsés voltam, mert a barátnőm, legjobb barátnőm már benn volt. Egy napra voltunk kiírva, és így vele egy szobába tudtunk lenni, úgyhogy legalább ez valamilyen szinten megnyugtató volt. Nagyon sok információt egyébként ő mondott el nekem. Tehát nem is a nővérek, nem is az orvosok, sőt, még emberek nevét is mondta el nekem, hogy ki kicsoda, mert ugye hát senki nem mutatkozik be. Valahogy ez ott is ezt tapasztaltam, illetve a másik kórházban szültem, ott is azt tapasztaltam, hogy amikor bementem, egy szülésznő és egy orvos mutatkozott be, azon kívül senki más az égvilágon, csak rohangáltak fölele, belém szúrtak egy-egy tűt, vagy valamit csináltak, és akkor mentek tovább. Mégis ott így mászkáltam tulajdonképpen a folyosón felele, és így benézegettem szobákba, hogy hova kellene mennem, és akkor így sétáltam egy szobába, ahol gyakorlatilag épp egy szülés folyt, úgyhogy onnan gyorsan így ki is faroltam. És akkor így nagy nehezen valakit így megtaláltam, aki azt mondta, hogy akkor most akkor menjek be, és akkor felteszik az NST-t. Feltették, elindították, és közölték, hogy hát itt semmi nincs, hogy itt nincsenek fájások, ez nekik nagyon kevés. Hozzáteszem, én azért itt már elég éreztem, hogy azért ez nekem így fáj, meg úgy kezdett úgy időben, tehát olyan 5-6 percesre már azért úgy kezdett berendeződni, és akkor bejött az orvos, megvizsgálta a mészáját, és ő viszont mondta, hogy hát itt már azért van 4 centi, tehát akkor így valahogy egy kicsit így visszajött mégis a bizadalmam, hogy hú, hát akkor azért valami már mégiscsak elindult, tényleg érzek, nem véletlenül érzem azt, amit érzek. Egy ideig így bajútgattam ott, akkor nagyjából egy-két ilyen nem túl kellemes mészájvizsgálaton kívül nem nagyon történt semmi, és akkor egyszer csak jött a szülésznő, és akkor mondta, hogy akkor beöntést kapunk. Közben egyébként én a barátnőmmel folyamatosan beszélgettem, akiben volt a szobában, és így ő mondta el, hogy akkor hú, hát ha már beöntést kapsz, akkor már valószínűleg nem sokára szülni fogsz, meg hogy akkor már azért úgy begyorsulnak a dolgok, és akkor itt realizáltam, hogy akkor lehet, hogy szólnom kéne most már így a férjemnek, hogy mégiscsak lesz baba. Olyan 3 óra környékén túl voltunk ezen a beöntés és minden egyéb, hát elég kellemetlen részén szerintem.
Hát a zuhanyzás az valami csoda, az nagyon-nagyon jó volt, arra emlékszem, hogy onnan nem nagyon akartam kimenni, de aztán eszembe jutott, hogy előtte a szülés felkészítőn már ilyen mindenféle nem túl szép sztorikat is hallottunk a szülésznőtől, és ő mondta, hogy azért annyira ne éljük bele magunkat, mert volt olyan anyuka, akit onnan húztak át gyakorlatilag a szülőágyra. Ugyan élveztem nagyon, de azért mindig benne volt a fejemben ez a sok okosság, amit én ugye hallottam közben, hogy azért maradjunk azért képben, nehogy elveszítsük itt magunkat. Amikor innen kijöttem, akkor az pont ott volt ez a szoba, ahol az ajtó, elválasztó ajtó volt a váróhoz, és én így félig meddig le volt sötétítve az ajtó, és onnan láttam, hogy ott volt már a férjem, meg az anyukám. És hát, hogy én nem tudtam, hogy most akkor ki lehet menni, vagy hogy van ez az egész, úgyhogy tulajdonképpen szegénynek így kopogtam így az ajtón keresztül, meg így próbáltam jelezni, hogy itt vagyok, jól vagyok. És akkor arra járt egy orvos, és ő így kinyitotta az ajtót, és így kiment az ajtón, úgyhogy így onnan tudtam, hogy jó, hát akkor kimehetek a családhoz beszélgetni. És akkor megint szólt a szülésznő, hogy vissza kéne feküdnöm, mert ugye ezen estét azt ugye muszáj visszakapcsolni. És tulajdonképpen ezt már csak utólag tudtam meg, hogy közben a anyukám meg a férjem már tudott beszélni az orvossal, tehát ők már előbb tudták, hogy nekem császárom lesz, mint én magam. Ezt egy utólag mesélték el, hogy ja, hát igen, akkor már jött az orvos, és akkor mondta, hogy császár lesz. Én még utána még bent töltöttem egy időt, jó hosszú időt a vajúdóba, és akkor végül is jött a nővér, nem a nővér, bocsánat, szülésznő, és mondta, hogy hát, hogy anyuka, itt igazából most császár lesz. Nem mondták meg, hogy miért. Ezt én utólag következtettem ki, hogy nagy volt. Ugye előtte is már mondták, hogy nagy a baba, de kifejezetten a feje eléggé nagy volt. Illetve én nem éreztem ugye továbbra sem görcsöket. Tehát az egész vajudásomon én egyetlen dolgot éreztem, hogy nagyon fáj a csípőcsontom. De nem éreztem görcsöt, összehúzódást, igazából semmi ilyesmit, amit elvileg kellett volna éreznem. De nem mondták, hogy most lassulnak a fájások, vagy mi a probléma, mert tulajdonképpen ezek viszont így rendeződtek, ezek a csontfájások, hogy mondjam. Szerintem olyan hajnali 4 óra környékén lehetett, amikor ezt mondták, és akkor elkezdtek felkészíteni a császármetszésre. Kaptam infúziót, át kellett öltözni, illetve ugye berakták a katétert. És már felvették a neveket, tehát majdnem az volt, hogy át kell mennem a szülőszobára, illetve a műtőbe, és akkor mondták, hogy hát, hogy hát sajnos várni kell, mert hogy közben befutott egy mekóniumos kismama, csak így nevezték, és hogy hát őt meg kell császározni előttem, úgyhogy akkor most nekem még várnom kell. És így, hát így vártam tulajdonképpen, így folyamatosan egyre sűrűbbek voltak a feljások, és annyira emlékszem, hogy amikor mondták, hogy na, akkor most megyünk, úgy az órára pillantva olyan kb. 2 perces feljásaim voltak már, és akkor bevittek a műtőbe, annyit mondtak, hogy most ilyen be kell görnyedni, mert hogy gerinc érzéstelenítőt fogok kapni, és ilyen nagyon-nagyon mérgesen rám szóltak, hogy meg nem merjek mozdulni. És én akkor így ránéztem az órára, és mondtam, hogy ó, csak ezt a 2 perc alatt intézzétek el, mert most, ha nekem újra elkezdődik egy ilyen fájás, nem tudok nem megmozdulni, mert hát így gyakorlatilag összeállítja a testemet. Valamit ott elronthattak, mert annyit éreztem, hogy valami szétspriccelt a hátamon, és ott kicsit anyázik a hölgy, aki megpróbálta ezt beszúrni, és másodszorra sikerült, és akkor innentől kezdve ugye elkezdődött a műtét. Itt nem jöhetett be egyébként a férjem, tehát ebben a kórházban nem engednek be senkit, csak egyedül lehet a császármetszésnél az anyuka. Igazából ami egy picit negatív élmény ebből az egészből, tehát úgy alapvetően nem éltem meg negatív élménynek, mert rettenetesen vártam a babát. Ami egy kicsit kellemetlen volt, ez az, hogy én azt éreztem, hogy nem kapok levegőt. Tehát, hogy egy ilyen pánikszerű valami jött rám, mert hogy ahogy így éreztem, hogy egyre feljebb jön az érzéstelenítő, és én teljesen bepánikoltam, hogy úristen, most akkor nekem mindenem le fog zsibbadni, és nem kapok levegőt. És így erre az volt a reakció, hogy hát szedjem össze magam, ne kiabáljak, nincs itt semmi baj, tehát, hogy igen, nem voltak túl kedvesek. És akkor a végén, amikor már tényleg mondtam, hogy tényleg sajnálom, meg bocsánat, de hogy nagyon rosszul vagyok, nem kapok levegőt, akkor odafordítottak valamit, amiből odafújt a levegő. És akkor tulajdonképpen a következő pillanat, amire emlékszem, hogy mutatják annyit mondanak, hogy nézzem meg a babát. Igazából nagyon nem láttam szegényből sok mindent, egy nagy lila foltra emlékszem így az egészből, aztán nem is szaladtak vele.
És onnantól kezdve vagy annyira elfáradtam, vagy valamit adtak, de elaludtam. Úgyhogy a következő emlékem az egy ilyen kis pofon, hogy akkor így anyuka ébredjen. De tényleg arra emlékszem, hogy kattva vagy fülest, hogy ébredjek föl. És kitoltak a műtőből, és akkor a férjem kezébe volt már a kisfiunk, úgyhogy ott igazából én már így semmi negatívumot, semmi rosszat nem éreztem, mint teljesen azt éreztem, hogy a harmadik mennyországban vagyok, és hogy nagyon cuki, és nagyon szép, és hogy alig várom, hogy kezembe foghassam.